Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. A választ megadja ez a kártya ott felül, ez a lovas férfi ezen a fehér lovon. Megvan a büszke tartása, és úgy érzi, itt most ő győzött minden felett, és elvárja azt, hogy mások dicsérjék őt, tapsoljanak neki, de nincs ott senki. Tehát ez a kép kicsit olyan csalókás. Az lehet, hogy neki ez most az ő elvárása, és senki nem dicséri őt, de az is lehet, hogy van valaki az ő környezetében, és ez lehet egy férfi, lehet egy nő is, aki elvárja azt, hogy elismerést kapjon, de nem érdemli meg. És most megtekintjük azt, hogy milyenek az érzelmei, erre utal a második kártya. Ez a lelkész utal az ő hitére. Lehet, hogy itt vannak ilyen vallási témák, vagy spirituális dolgok, de itt érzelmekről van szó ennél a második kártyánál, és az azt jelenti, ő hisz abban, amit most ő tervez. Ahogy az első kártya mutatja, ő hisz abban, hogy itt győzni fog az események felett, de ez elég bizonytalan, mert, mint mondtam, az első kártya az lehet egy csalódás is, vagy vezethet egy csalódáshoz, de higgyük őt most az ő hitében. Ő erre most esküszik, és a következő kártya azt fogja mutatni, hogy mit közöl veled. Ezen a képen láthatóak a kelyhek. Az utal a víz elemére, tehát itt érzelmekről van szó. Ez jó, mert akkor az azt jelenti, neki vannak érzelmei, szeret téged, te is szereted őt. A képen a hármas szám látható. Ennek több jelentése is van. Előfordulhat, hogy van egy harmadik személy, aki beleavatkozik az eseményekbe, de a hármas számnak van egy más jelentése is. Mégpedig arra utal, hogy lesz köztetek egy közeledés, egy kapcsolat vagy egy párkapcsolat, ez lenne a kettes szám, te és ő, és ebből kialakul valami. Az lehet egy kisbaba születése is, vagy egy közös alkotás, egy közös tevékenység, vagy munka, és ez gyümölcsözni fog. A képen láthatóak is a gyümölcsök, ez erre utal. Ez lehet egy ilyen művészi tevékenység is, ahogy ez a hölgy mutatja ezt a mozgást, ez olyan, mint egy tánc, ez természetesen a zene is hozzá tartozik. De hogy tudnád megérteni ennek a kártyának a jelentését? Ő tervez valamit, de nem lehet tudni, hogy hova vezet. Ő hisz ebben, de ez csalódásokhoz vezethet. Neked most én azt ajánlanám, hogy hallgass a belső hangodra. Ha úgy érzed, hogy neki ez a vállalkozás, vagy ez a terv sikereket hoz, akkor mellette állhatsz. De ha úgy érzed, hogy ez a terv sikertelen lesz, azért óvd őt, vagy adj számára egy jó tanácsot. Akkor is, ha ő még mindig hisz ebben, de azért elgondolkozik a dolgokon. És most megtekintjük a napi kártyát. A napi kártyán az egerek láthatóak.
Ott, ahol az egerek vannak, azok mindent felfalnak, és akkor nem marad semmi. Pontosan ez a jelentése ennek a kártyának. Valamit eltávolítanak. Ennek lehet több jelentése is. Ha az a lovas férfi ott fellül egy más személyre utal, akkor jelentheti azt, hogy a te lelki társad lezárja ezt a kapcsolatot. Az egerek eltávolítják ezt a személyt. Azt is jelentheti, hogy ő tervez valamit, nem lehet tudni, hova vezet, sikere lesz, igen vagy sem, de az egerek eltávolítják a veszélyeket. Arra is utalhatnak az egerek, hogy neki megvan az elvárása, hogy te alkalmazkodj hozzá érzelmekkel, hiszen a harmadik képen a kelyhek láthatóak, ami az érzelmekre utal. És lehet, hogy neked nincs ehhez kedved, mert nem akarsz alkalmazkodni hozzá, nem akarsz alkalmazkodni a körülményekhez, hanem megvan a saját akaratod, vagy gondolatod, vagy terveid, és az kellene, hogy ő alkalmazkodjon hozzád. Akkor így az egerek segítenek ebben. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok neked egy szép napot, szeretettel, Dendera!